Tökéletes dolog a randizás, de vajon Isten miért nem beszél róla a Bibliában? Sziasztok, Anna vagyok, és üdv a mai vlogban. Örülök, hogy velem tartotok, és van egy jó hírem számotokra, amit remélem, hogy észrevesztek ebben a videóban, illetve remélem, hogy én is látni fogom majd. Szóval az a lényeg, hogy vettem egy új kamerát, úgyhogy ez most azzal készül, ez a teszt videója, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, meg remélem, hogy tök jó lesz, és majd jobb minőségű videókat fogok tudni csinálni ezzel a kamerával. Gondoltam, hogy most még szép idő van, úgyhogy kihoztam, úgyhogy remélem, hogy élvezitek majd az ilyen őszi háttérzajokat. Na de, a mai videóban arról fogok beszélni, hogy Isten miért nem beszél a Bibliában a randizásról, vagy a járásról. Mert igazából megkérdezheted, hogy hol beszél erről, és tényleg az van, hogy nem beszél róla. Tehát azt látjuk, hogy Isten beszél a házasságról, beszél a férnek, a feleségnek, az utasításokat, illetve a gyerekeknek. Ezt láthatjuk a Kolossé 3-ban, az Efézusi levélnek a végén, az 1 Korintus 7-ben, és azt látjuk, hogy Isten beszél tényleg arról, hogy férjek, felesétek feleségeteket, nők, ezt meg azt csináljátok, és gyerekek, ezt meg azt csináljátok, de arról nem beszél, hogy ti hajadonok, ismerkedjetek ilyenekkel, keresetek olyan férjet magatoknak, olyan tulajdonságokat keresetek, eddig mehettek el a fizikális kapcsolatban, ennyi idő után lenne érdemes összeházasodnatok, nem menj hozzá ilyenhez, nem menj hozzá olyanhoz. Tehát ilyenekről úgy nem is nagyon beszél. Azt gondolnád, hogy akkor most Isten minket vezetés nélkül hagyott ezen a téren, de egyébként így, ha az egész ideát nézem, akkor összességében nem mondanám azt, hogy magunkra vagyunk hagyva, mert egy szemléletmódot viszont kaptunk, szóval tudunk ez alapján navigálni. Szóval miért van ez, hogy Isten nem beszél a randizásról a Bibliában? Én azt gondolom, hogy azért van ez így, mert Isten egységekben gondolkozik, így társadalmi szinten, és ez az egység a család. Nem azt mondom ezzel, hogy ő nem látja az egyéneket, vagy nem figyel oda az egyénekre, mert ez abszolút figyel rájuk. Viszont, hogy társadalmilag ő úgy gondolkozik, hogy van egy férfi, van egy nő, például Ádám és Éva az elején, és akkor őknek is születnek gyerekeik, és az egy család. És amikor abból valaki összeházasodik, akkor alapul egy még egy család, és ő ilyen egységben gondolkozik. Már a teremtés történetben is azt látjuk az 1 Mózes 2-ben, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát azt látjuk, hogy a kettőből, egy férfiből és egy nőből lesz egy új egység, miután ők elhagyták miután a férfi elhagyja az apját és az anyját. Egyébként az érdekes, hogy ugye itt Ádámnak még ugyanis volt apja meg anyja, akit elhagyhatott volna, de mégis már itt megfogalmazta rögtön a második fejezetben az ige, hogy ott elszakad az előző egységből, és akkor lesz egy másod következő egység, egy új család. Ez mire enged minket következtetni? Arra, hogy a járás, meg a párkapcsolatok, meg tényleg ez a randizás, ez nem arra van, hogy jól érezzük magunkat, csak és úgy tök jó, hogy akkor van ki körül pörögni a gondolatainknak, meg ilyenek, és akkor tök jó, hogy nem vagyok egyedül, és akkor egy-két évet valakivel járok, aztán utána majd más valakivel járok, meg tök jó, meg tapasztalatokat szerzek, meg kipróbálom XY-nal, és akkor majd így tök jó lesz a házasságomhoz, hanem igazából az ismerkedésnek, a randizásnak, a járásnak arról kéne szólnia, hogy egy pár, egy fiatal férfi és egy nő el akarja dönteni, hogy ők vajon együtt akarják-e leélni az életüket. Hogy ők létre akarnak-e hozni egy ilyen új egységet, akarják elhagyni apjukat, anyukat, és ketten lenni egy egységé és egy új családdá. És ez, tudom, hogy ez most egy radikális dolog, a mai világban abszolút nem ez a gondolkodásmód van, vagy hát egyre jobban kitolódik annak az időpontja így az embereknél, hogy mikor akarnak elköteleződni, és tényleg nehezen is kötelezik el magukat az emberek, illetve tudom, hogyha most ezt valaki hallja, akkor lehet, hogy úgy van, hogy te jó ég, hát most én azért kezdjek el 15 évesen úgy gondolkozzak, hogy most ő lesz a férjem, vagy nem, és lehet, hogy igen. Én azt mondom, hogy lehet, hogy igen, mert Isten ezt megint nem azért mondja, hogy ő minket megszívasson, hanem igazából ezt azért mondja, mert meg akar téged védeni. Ma persze a világban nem így van a járás és a párkapcsolatoknak általában nem ez a célja, nem keresik azt, hogy ez egyáltalán elviszi egy házasságig, vagy egy hosszú távú közös jövőig, de én azt gondolom, hogy Isten előtt az a szent és az a tiszta, hogyha nem játszunk másokkal, ha nem játszunk másoknak a testével, az érzéseivel, az idejével, hanem elkötelezettek vagyunk abban az irányban, hogy azt keressük, hogy tényleg ez az ember, ez olyan, akivel én el tudom megképzelni az életemet, vagy sem. Ez így tisztességes, és ez így szent Isten előtt, így ismerkedni valakivel. Joshua Harrisnek van egy nagyon jó könyve, amit egyébként tudok nagyon ajánlani, az a címe, hogy Búcsú a randevúktól, és ez tényleg arról szól, hogy ezt fiatal
20 pár éves korában írta, és arról szól, hogy ő tényleg elhatározta, hogy ez az amerikai típusú, mindig valakivel járnom kell mindenféleképpen, tizen nem tudom hány éves koromtól kezdve. Ezzel a típusú dologgal szakított, mert úgy érezte, hogy ez nem viszi őt előre, és mindig csak valaki körül fog forogni. Szeretnék ebből felolvasni egy idézetet, azt írja. Az elmúlt években megpróbáltam hagyni, hogy az őszinte és értelmes szeretet vezessen. És ahogy ezt tettem, néhány igen komoly következtetést vontam le az életemre vonatkozóan. Ráébredtem, hogy nincs jogom egy lány szívét és érzéseit kérni, ha nem vagyok kész cserébe életre szóló elkötelezettséget ígérni. Tehát én igazából azt gondolom, hogy Isten azért nem beszél a randizásról és a járásról a Bibliában, mert így kéne hozzáállunk ehhez az egész dologhoz, amikor hozzáállunk hozzá, hogy megismerjünk egy férfit vagy nőt, nyilván attól függően, hogy te milyen nemű vagy, hogy úgy kéne hozzáállunk, hogy tényleg azt keressük, hogy ez egy olyan ember, akivel le tudom élni az életemet, és hogyha ezt tudom, hogy nem olyan, mert nagyon látom már rögtön az elején, szerintem vannak olyan dolgok, amik úgy mindenkinek fontosak, és látja, hogy mondjuk nincsen meg a másikban, akkor igazából az hiába próbálod magadnak szépíteni a dolgot, de azzal csak ki fogod használni őt, meg valamennyire saját magad érzéseit is, és odaveted magadat azzal a szívedet, azzal, hogy esetleg összetörjön, meg aztán utána sírassad. Szóval sokkal jobb inkább józannak lenni, és Istennek az a célja, vagy azt szeretné látni az életünkben, hogy tisztességgel bánunk a férfi és a női társainkkal, és nem játszunk mások érzéseivel, és a saját szívünket sem törjük össze. Tehát szerintem saját magadnak is az éri meg, hogyha vigyázol a szívedre, és hogyha valaminek látod, hogy nincs esélye hosszú távon, akkor abba inkább ne menj bele, és ne is kezd bele, és próbáld meg az agyadban is inkább egy kicsit így elvonni a gondolataidat, hogy ne a körül forogj, mert egyszerűen véd magadat. És azért is, mert ez tiszta Isten előtt, hogy nem játszol akár egy fiúnak, akár egy lánynak az érzéseivel, meg a testével, meg a vágyaitokkal, meg semmivel. Majd még fogok erről később beszélni valószínűleg. Látom, hogy elég sok témát ígértem, hogy majd fogok róluk beszélni, és egyébként tényleg fogok, és nagyon sok ötlet van a fejemben, csak nyilván nem tud az ember egyszerre mindent megvalósítani, úgyhogy idővel minden sor kerül, remélem. És jelenleg csak szeretném azt az igeverset megemlíteni, hogy a családabb a szív mindennél, ki tudná azt ugye kiismerni, hogy ez a szívedre, mert könnyen becsap, könnyen rábeszéled magad olyan dolgokra, amire nem kellene, de tényleg próbáljuk meg tisztán megközelíteni a másik nemet. Ezt szerettem volna most ebben a videóban elmondani. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és remélhetőleg jelentkezek ugye egy hét múlva szerdán a videó, a következő videóban, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett a videó, illetve hogyha hasznosnak találtátok, akkor nyugodtan küldjétek tovább másoknak is, hogy ők is láthassák, és legyen nagyon szép hetetek. Sziasztok! Szóval miért van ez, hogy Isten nem beszél a házasságról előtt nem beszél róla. Mégpedig azért nem. Hát nem is tudom, mi erre jó szó. Na, jó szó, ezt elmondom még egyszer.